vikingekre, csak vikingje van. Ami jó döntés szerintem, hiszen az ellenfél azt hiszi, hogy bánsikkal jön, és az egy... Ó, ne! Fredrik bejött vikingekkel. De pénzsölnek annyi. Hát igen, hogyha meg tudja tartani ezt a bázist itt középen, akkor még talán van esélye, de így ez elég felejtős. Igen. Közben Enypeti felé tartották az irányt az ellenséges vikingek, de már el is pusztultak. Még ott voltak. De nem baj, Enypeti is kiexpelt ide a Rich Mineral Fieldhez, és Depp Angel próbálja itt tartani ezt az egészet, csak hogy ajjaj, itt készülnek a turetek a Siege Tankek mellé. Igen, így. Egy scan és ennek a bázisnak talán annyi. Igen, és már nem is lehet megvédeni a turetek miatt. Bár nem értem, hogy Fredrik miért nem nyúlkol ide egyszerűen. Hát ide szkennelnek, aztán a stalkerek kiszedik az osztot. Mindegy. Itt Figló közben... Felemelte az Orbital Commandjét és ezzel scoutolt. Commandját. Hát hagyjál a Commandjét, te Commandjét! Hagyjál már békén. Közben megérkezik Enypeti Hun egy halom vikinggel, de sajnos a földi haderő nagyon nagy sebzést ad le a vikingeknek. Nézzük, mi van most. Fredrik újra elkezdett szedni, de Enypeti Hun most felévette az irányt, és szerintem ez az egy ismét el fog tűnni. Itt lebeg egy Orbital Command, és itt nem történik semmi a bázisán. Nem tud rendes exphez jutni. Aj, ne! Enypeti de miért fordul vissza? Ezt le kellett volna szedni az expert, különben... Az egész bázis kiszedhette volna meg. Nézd meg! 4 Marauder, 1 Viking... Viszont itt megy a támadás a narancsárga Protoss részéről, és hát, egy rosszul előtt Psyhex-tor. Belinkelnek! Ennek az expertnek vége. Egy Siege Tank is közeled megy. Ez nem csak az exp végét, hanem... Talán a játék végét is jelenteti. Hát leginkább Depp Angel végét is jelenti. Szétszedik Isaac seregét a narancsárga stalkerek, zilotok és... Hát még van Storm, ennek még volt energiája a hány templároknak. Hogyha lepakolja, de akkor is még bele tud stormolni. Egy halom. Mondtam, bele stormol és hát... Ezeknek is vége sajnos. Nem, megverik, csak az a baj, hogy a vikingeknek nagyon kevés életük maradt. Igen. Kiboltozott. Lol. Mi? Egy kis épület darabka. Ja. Viszont a sárga terán itt már megerősítette és helyét. Közben itt egy sunyi dologra készültek. Megvárták, amíg belelép a range-be, és mészállás. Leamortizálták teljesen Depp Angel seregét. Már csak 7 próbja maradt. Meg egy stalkere, de azt nem nevezném már seregnek. Igen. Közben Enypeti Hunnak vikingjei vannak, még mindig. Isaac pedig 4 Marauderrel, 6 medivekkel és 4 Marinnel rendelkezik, tehát szépen le lett amortizálva. De várjunk, közben ellőttek egy nyúkot. Hol? Mert eltűnt a nyúk. Hol? Nem tudom. Nem nagyon látszik túl nagy nyoma a nyugnak. Hát ez valami elcseszett nyugod. Lehet, hogy... Itt! Igen, itt volt. Itt kiszedtek szerintem egy... Igen, itt látjuk, hogy megvannak sebezve az épületek. Ez nem volt olyan nagy támadás, de azért akkor is előttek egy nyugod. Előttek egy nyugod! Na igen, közben a rancsárga ismét megindul, és egy végső csapást készül indítani Isaac ellen. Mondjuk nézzük meg a narancssárgának a készleteit? Itt nézzünk rajta, kurva sok. Igen, onnan látszik. Medivekek próbálnak, de feedbackkel szétcsapják és a medivekeket feedback... is. Isaacnek itt vége. Esetleg még a Rich Mineral Fieldről elkezdhet egy kitörést, de... még ott van a viking is. Megérkezik Enypeti Hun néhány Banshee-je, de ez sem elég. A Storm az elintéz mindent. És a feedbacket is megkapják. Igen. Isaac bázisa teljesen lelep amortizálva. Kemény. Ezt már bruttuk, Depp Angel is megmondta a frankót. Itt vége a játéknak, úgy érzem.
Hát ott szerezte meg úgy nagyon az előnyt a narancssárga játékos, hogy ezt a Richmond Outfieldet megszerezte. Közben amúgy még egy nyuk elkészült, vajon hova fogják kilőni? De ez most nem számít. Az a lényeg, hogy Isaac teljesen elpusztult, már csak itt maradt. De itt is az inkámjának a vége. Hát ezt sajnos befogták már a magyar játékosok. Deppy Angelnek már úgy 10 perce vége volt. Hát szerencsétlen nyilván Petty. Fredrik még mindig harmad gyengén áll innen, esetleg még egy Petty Hunt bejönne 4 Vansival, 11 Vikinggel így ide ebbe a bázisba. Hát, még kiszedheti talán. Igen. De sajnos Petty Hunnak magát kell védenie, mert újból itt a Protoss haderő, és csak egy planetári fortress van, és néhány kivégző osztag megjelent. És itt már nincsen cicó. Mindjárt megjelenik a Storm. What the fuck, cicó? What the fuck? Cicó? Nincs... Semmi cicó. Jaj, miért mondtad, hogy cicó? Kárciper, nem akarsz megrohanni a fenét? De miért mondtad, hogy cicó? Ez fáj! Miért jobb lenne, ha azt mondnál, hogy ficó? Jobb lenne. Akkor ficó, itt már nincsen ficó. Ficó is. Na mindegy, hát itt már... Ez már nincs a végjáték. Nincs ficó. Nézzük, hát itt jönnek még egy kis fihaderő. Egy perces néma csönd a magyar játékosoknak. Igen. Esetleg így ide képzelhetitek a himnusz, vagy a szózatot, vagy valami hasonló. De mondj ide a himnusz, azt inkább ilyen ünnepeken szokták, mert amikor győznek a magyar játékosok. Hát nem tudom. Eléggé szomorú a himnuszom. Most komolyan erről kell beszélni a StarCraft 2-es meccs alatt. Miért most arról beszéljünk, hogy hogyan pusztítják el még jobban őket? Hát itt... Igen, egy kicsit gyorsítsunk bele, mert... Hát nem kell 8-szorosra venni, mert az FPS-en már látod, hogy 7. Érkeznek a protoszok. Hát itt már, ez már a vége. Hát csak abban reménykedhetünk, hogy a magyar vikingek minél többet visznek magukkal a halálba. Hát itt nem tűnik úgy, mintha nagyon ellenkeznének a mészárlás ellen. Hát azért ellenkeznek én úgy látom. Megjelentek a feedback! A gonosz feedback! Már sok mindent vitt a sírba a feedback. Mondjál még, mit vitt a sírba? Mit vitt még a sírba a feedback? Ez fejtsd ki nekem. A gondomat! Jól van. Na itt közben készülnek a... Hogyha az elfogy Archon. A Hype Templar energiája, akkor tökéletes Archon készül még belőle. Fúziálnának, mint a Dragon Ballban, és elkészül az Archon. De mindenki tudja, hogy a Dragon Ball ez egy postalicska dolog. És szegény Deppy Angelnek nem maradt ereje. Semmi picó. És vége. Vége. Elnézést kérek az ilyen cicó-ficózásokért, meg mit, milyen jó kis dumád volt még? Tudom, hogy voltak még ilyen kellemes beszólásaid. De miért szívatsz állandóan a szemétvállal? Nem, én csak mondom, hogy cicó-ficó, meg... Bárjál, mi volt még? Jó van, szerintem ez senkit nem érdekel, úgyhogy szerintem köszönjük el. Köszönjük, viszlát. Hello.